Sziasztok! Szeretnék nektek megmutatni egy igen különleges és ritka órát. Ahogy a képen is látjátok, itt van már a kezemen. Ez egy Parmigiani. Remélem jól ejtem. Ugye hát ez egy sajtról kapta a nevét. Egyébként svájci márka. És a márka teljes neve az, hogy Parmigiani Fleur. De nem biztos, hogy jól ejtem. Ugye itt a német, francia és egy kicsit az angol nyelvek varázslatos fúziója néha furcsa kiejtéseket produkál, és adott kantonokon belül is másképp ejtik ugyanazt. Én most ezt így ejtem. Az óra az az Elysium Luxury Watch-tól kölcsön kapott óra, és az a szerencse és megtiszteltetés ért, hogy az első nyomtatott cikkemet egyébként az Óra magazinban, ami Magyarország egyetlen és 20 éve piacon lévő órákkal és ékszerekkel is, de azért inkább órákkal foglalkozó nyomtatott magazinja. Erről a márkáról írhattam, és ezt a magazint ti is megvásárolhattátok, illetve talán még kapható az újságárusoknál. De kiadónál biztos, hogy beszerezhető. Na hát ugye nem erről az óráról írtam, hanem a 2018-as modellekről. Maga a cég egyébként 1996-ban alakult. Michel Parmigiani alapította, aki egy igen magas szinten képzett órásmester, többek között Patek Philippe órákat restaurált. Majd a kvarcválság feldolgozását követően ugye úgy döntött, hogy itt az idő egy saját márka létrehozásának. Amit most mutatok nektek, ez a Hebdomadre. A márka névadásban is igen különleges, és nem igazán követi a konvenciókat. Furcsa nevek, furcsa megjelenés. Nyilván, hogy van már több hordó alakú óra, de Parmigiani azért ezt is egy kicsit másképp csinálja. Képeken, és talán videón se fog látszani, hogy ez egy nagy testes óra. Ez egy komoly óra. A márka szerint ezek a kis fülek, ugye, amik lényegében a tokfülek és ezek tartják a csatot, ezek könycseppekre hasonlítanak és emlékeztetnek, és azok alapján kerültek megtervezésre. És valóban mondhatjuk azt is, hogy ezek könycseppek. Ugye, nagy, magas, hosszú, nyújtott tokban foglal helyet, az egyébként szintén hordó alakú szerkezet, jelzett szerkezet, in-house szerkezet, de valójában egy szerkezetek gyártásával foglalkozó cég, amely ugyanabban a mondjuk cégszövetségben található, mint maga a Parmigiani, az gyártja a Parmigianinak, és egyébként nem annyira köztudott, de ugyanez a cég gyártja a Richard Mille-be a szerkezeteket, és még jó pár komoly órának ők adják. Kézi húzású, jeles tartalék kijelzés a számlapon. Most ugye nem jár. Egy különleges óra. Különleges csattal, igazán szép. Igazán nagy, igazán robosztus. Inkább egy elegáns öltönyóra. Azzal együtt, hogy tényleg nagy. De ugye a kialakításának köszönhetően egyébként könnyen viselhető. De láthatjuk, 19 centitől kicsit nagyobb a csuklóm kerülete, és azért mutat rajta rendesen. Nem egy tömegóra. Az biztos. Alul a másodperc mutató dátum, felül
az a járás tartalék kijelző. És lényegében ennyi. Ez egy acéltokos óra. Ebből igen keveset gyárt a cég, inkább az arany órákra koncentrál, az a jellemző, hát nyilván magasabb árban azok megkaphatóak. Különleges darab. Sziasztok!